Folytatjuk tovább az előadásokat. Aki még nem ismeri közületek Bhaktipád Prabhut, akkor szeretném bemutatni nektek, mert itt van Krisna völgybe a kezdetek óta, már lassan 25 éve gyakorolja ő is a Krisna tudatot, és a mai nap két előadást fog tartani. Az egyik a karma törvényéről fog szólni, vigyázz a jövőd mindjárt ideér, és a másik pedig az emberi kapcsolatokról, 5000 éves titkok az emberi kapcsolatokról. Fogadjátok szeretettel Bhaktipád Prabhut, és kérdezzetek tőle bátran előadás közben is akár, vagy az előadás végén. Hare Krishna! Hare Krishna! Köszönjük szépen, hogy eljöttétek erre a kis hétvégére. És hát mielőtt kezdjünk beszélni karmáról, szeretnék én kérdezni tőletek, hogy ti már mit hallottatok, mit ismertek karmával kapcsolatos dolgokat? Már voltunk igazából egy ilyen hétvégén. Lila Suka Prabhunál voltatok egy ilyen karmikus hétvégén? Igen. Uh-huh. Nagyon. Valamit tudtak. És ez mi ez a valami? Körülbelül? Cselekedet, ez fontos. Hogy milyen? Cselekedet, hogy mit cselekszel. Hogy mit cselekszel, és az vissza fog jönni. Uh-huh. Nagyon jó. Ezért érdemes jól lenni. Azért... És jó dolgokat csinálni. Nagyon jó. Aha, köszönöm. Még valaki? Én annyit hallottam a karmával kapcsolatban, hogy ez a tulajdonképpen a feltételekhez kötött világban a visszahatásnak a törvénye, hogy semmi nem marad, semmi, amit elindítunk magunkból, semmi nem marad következmények nélkül, legyen az jó vagy rossz. És ez egy bizonyos fajta körforgást is jelent, fejlődési lehetőségeket. És hogy tulajdonképpen a születésekbe is, a leszületésekbe is a karma által sodródunk. A szamszkárok, a meghatározó szamszkárok élmény anyaguk révén. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, a karma törvénye. Nem lehet kikerülni, nem lehet kiátszani. Nagyon jó. Jó, köszönöm szépen. Igen, ti is jól mondtatok. Ön is jól mondta, hogy karma ez valamilyen cselekvés, ami befolyásolja, mondhatjunk, a jövőt. És mindennek van valamilyen következménye, erről fogok ma beszélni, és megbeszéljünk a kicsit ilyen mechanizmusra, hogy hogyan ideér a jövő. Ugye, milyen, mert... nem annyira misztikus ez a karma dolog, hanem ez mondhatjunk így is, hogy finom fizikai szinten egy mechanizmusként működik, és akkor ezeket fogunk most vizsgálni. Elsősorban ugye megnézünk, hogy a karma hogyan kapcsolódik a mi tudatunkhoz, ugye? Mert általában emberek úgy tudják, hogy a karma az valamilyen testi kapcsolatos visszahatás. Ugye? Valakinek beteg, valakinek eltört a keze, és ellopták valamit, akkor mondják, ez a karmát. Ugye? Ez mindenki így általában szokott ezt megállapítani, vagy értelmezni. De van neki más, vagy ezek már ilyen következményei. Az már a karmának a utolsó megnyilvánulásai, mert nem ott kezdődik, és akkor mi ezeket fogunk együtt most próbálni meghatározni.
Aztán persze, hogy a karma az úgy működik, mint egy hógolyó, mindig csak több és több. Hogyha ember nem tudja, hogy kell végezni cselekvéseket, akkor egy élet alatt annyit karmát tud csinálni magának, amennyi, nem tudom, lehet több száz vagy több ezer élet kell, hogy csak ledolgozzon egy életnek a karmáját. És akkor ugye, akkor ő megszületik következő életben, hogy egy valami töredéket ledolgozzon, de akkor megint teremti még egy pár ezer életre előre. Szóval látjátok, hogy egyre jobban és jobban bele gabolyodik ember a karma törvényébe. Miért és hogyan ez történik, azt mindjárt fogunk akkor erről beszélni. Elkezdjünk azon, hogy azon múlik a karma, de nem mindig van karma, nem minden cselekvésnek van karmája. Ugye Bhagavad Gita-ba ott Krishna magyarázza, hogy van három értelmezés karmának van. Karma, vikarma és akarma. Ugye, akkor a karma ez, ami, hogy ember jó cselekvést végez, akkor annak jó visszahatásai lesznek. A vikarma, ez azt jelenti, hogy rossz karma, rossz visszahatás. Ember bűnös tetteket végez, és akkor vagy beteg lesz, vagy egy másik testbe fog kerülni. Ennek ugye, és van egy mechanizmusa, hogy hogyan, mondjuk itt van egy nagyon szép növény mellettünk. És ez a növény először emberi testbe volt, a lélek. Csak annyira bele gabolydott a karmába, hogy most itt kell állni annyi évig egy helyen, és csak virágozni tud. Ez a maximum, amit tud csinálni. Szóval így viszi egyik testből a másikba a karma, majd egy kicsit fogunk beszélni erről is, hogy hogyan aktiválódik, mert a karma az bizonyos szintig inaktív, és utána aktiválódik. De közben figyelek az időt, mert igazából nekünk rövid, csak 50 perc van a karmára, utána 50 perc lesz a kapcsolatukra, azért megnézzük, mi az, ami bele fog férni, jó? Szóval ez a vikarma, amikor rossz tetteket végez, és ember kezd degradálni. Mert például növénybe születni, ez egy degradálás. Ez nem, egy léleknek nem kedvező. És a karma, az a cselekvés, amelyik által ember nem teremti karmát. Mint hogyha cselekszik, de külsőleg cselekszik, de belsőleg nem cselekszik, nem okozza magának karmát. És Krishna mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy ez a művészet, hogy az ember tanuljon meg, megismerni, meglátni a tétlenségbe cselekvés, és a cselekvésbe tétlenséget. Például külsőleg lehet, hogy valaki végez valami tetteket, de valójában ő nem cselekszik. Miért? Mert nem teremti karmát. Vagy egy másik ember külsőleg nem cselekszik, mondjuk néma fogadalmat tette. De mégis benne van a cselekvés a tétlenségbe, mert az elmébe cselekszik. Ez fog meghatározni a karmát megint. Az elme, tudat, a motiváció. Ugye, sokszor Bhagavad Gita-ba Arjuna kérdezi Krishnát, hogy mit csinálják, így cselekedjek, vagy úgy cselekedjek. Mindig ilyen külsőleges cselekvésre kérdezi, és Krishna mindig magyarázza, nem az a lényeg, hogy te mit csinálsz külsőleg, az a lényeg, mi a motivációt. Mert külsőleg lehet, hogy lesz visszahatás, de lehet, hogy nem lesz. Hogyha tudod, mi a motivációt, akkor nincsen visszahatás. És hogyan a motivációból lesz karma, ezeket egy kicsit fogunk beszélni, közben itt figyeljünk az időnket. Akkor
A védikus írások, főleg a Yoga Sutra, ki szokott jogázni köztetek? Ha, mindenki. Tudjátok, hogy a Yoga Sutra Patanjali, ez a fő szentírás a jogának, eredeti írás. És ott ő magyarázza, a Patanjali Muni, hogy az ember karma mechanizmusába a fő szerepet játszik a tudatunk, a citta, ugye, vagy elme, az a manas. És amikor ember egy tettet végrehajtja, és mennyivel belevonja a tudatot, annyival lesz ebből egy következménye. Ez úgy működik, hogy a karmának legelső mechanizmusának a legelső fogaskereket, vagy az első szintnek úgy neveznek, hogy szamszkár. A szamszkár ez az élmény, benyomás. Ember, mikor végzi a tettet, akkor fog kapni egy élményt. Amennyire figyel oda, annyira mélyebb lesz az élmény. Úgy mondják, hogy ez a finom mechanizmus úgy működik, mint amikor mi van nekünk egy pecsét, és fogjunk egy viasz, és hogyha viasz megmelegítjünk, és akkor belenyomjunk a pecsétet, akkor jó lenyomat lesz, ugye? Hogyha hideg lesz a viasz, kemény lesz, mint a kő, akkor nem lesz olyan lenyomat. Ugyanúgy a tudatunkban, hogyha mi próbálunk, hogyha mi figyelünk arra, amit csinálunk, akkor az elme puha, és akkor erős lenyomatot fog hagyni. Ha nem figyel oda annyira ember, akkor nem lesz olyan lenyomat. Ezért ugye sokszor ember, mikor meghallja karma így, karma úgy, utána mindig kezd próbálni, kitalálni, hogy na, ezt most, amit velem történt, ennek mi a tette okozta, mit csináltam előző életben, vagy valamikor, hogy most ezt kapok ilyen visszahatást. Valójában az annyira sok finom, apró részletekből áll a karmánk, hogy nem lehet ezt igazából meghatározni. Szóval nem olyan könnyű. Ezért az írások, meg Bhagavad Gita is azt mondja, nem kell próbálni kitalálni a karma szövevényeiket, mert nagyon bonyolultak. Amúgy látszik, ugye, hogy azt, amit most én aratok, amit kapok, ez a múltnak a következménye. Például most ti jutitek ide, és akkor fizetették a pénzt a benzinre, és a többi. És ez a pénz, az a múlt hónapnak a bevétele, mondhatjuk. Hogyha valaki mondjuk dolgozik fizetésért, akkor ő mindig a jelen pillanatban költi azokat az eredményeket, amit eredményezte magának, vagy vetette előző hónapokba. Ugye majd, vagy hogyha valakinek van kertje, és kertészetben az ember ugye ápolja, meg ülteti, meg gondoskodik a növényekért, de jelen pillanatban olyan zöldségeket tud fogyasztani, amelyeket tavaly aratott, tavaly nőttek. És a mostani kertészkedés fog eredményezni a jövőbe, amit fog enni. Szóval úgy működik a karma. Ezért itt még van olyan, hogy sokszor azt mondják, jó ez a karma, de vannak olyan emberek, akik szenvednek, de vannak olyanok, akik, nézd meg, minden megvan. Nagyon rossz dolgokat csinál, arrogánsan viselkedik, mindenki csak kihasználja, nagyon-nagyon rossz. Hol az igazság, miért nem szenved? Azért, mert ő most még használja azt a karma gyűjteményt, ami múltban volt. Ami jó. És azért most annak ellenére, hogy jó, rosszat csinál, de most a múltnak az eredményeket éli meg, ezért úgy néz ki, hogy minden szép és jó, és minthogyha nem működik. De akkor majd ez is meg fog érni, mint a kertészet. Ugye most még eszik tavalyi krumplit, de idén, ami már ültette és gondoskodik, majd jövőbe
érett lesz, és akkor visszakap azt a krumplit. Szóval ugyanúgy itt a karma, és mindig jelen pillanatban mi mit csináljunk? Aratjunk, és ízleljünk keserű vagy édes gyümölcseket a múlt cselekvésnek, és ugyanakkor ápoljunk, ültetjünk a jövő cselekvésnek, vagy a jövő gyümölcsöket, mostani cselekvésünket. Ezért ugye nem mindegy, hogy most hogyan cselekszünk. Ugye minden jó tett, az a karma mezőre ülteti egy új magukat. És az jó maguk, akkor jó növényeket, édes dolgokat fognak hozni. Ugyanúgy, hogyha én a kert mezőre fogok vetni mérgező növényeket, a magokat, akkor következő szezonban, amikor megéri, mit fogok kapni, milyen mérgezett növényeket. Nézzük, hogy mennyire melegszik itt a dolog. Hú, jó melegszik. Úgy, kicsit a naptól. Ez is melegszik. Hát igen. De rakjunk egy kicsit árnyékba. Szóval így, ez így működik globálisan a karma mindig. Akkor visszatérjük most, hogy és ezeknek a gyümölcsöknek az ereje azon múlik, hogy mennyire be van vonva a tudatom. Például, hogyha valaki minket beleszól nekünk, beszól valami kemény dolgot, és ha annyira nem figyeltünk oda, akkor megyünk tovább, akkor nem fáj nekünk. De amikor odafigyelünk, és halljunk, hogy mit mond rólunk, akkor kapunk egy élményt, nagyon fog fájni nekünk, ugye. Szóval úgy működik a karma. Amikor én végzem tettet, akkor az én tudatom puha, hogyha koncentrálnak erre a cselekvésre, és akkor ez fog ültetni ezt a szamszkárat, ami úgy hívják, hogy élmény, lenyomat. És ez a szamszkár igazából az életünk szamszkárokból áll. Mert mi mindig kapunk élményeket mindenféle cselekvés után. Beszéltünk valakivel, társultunk valakivel, ettünk valamit. Szóval mindennek van egy élmény, a szamszkár. És akkor ez a memória, ami csittában, tudatban van, ugye ez végtelen. Ott bármilyen életnek a szamszkáruk, az ott vannak velünk. Ugye mi nagyon sok-sok életet éltünk. Általában csak az ember ilyen cselekvésbe ember teremti a szamszkárokat, ami hosszú távon megmaradnak. Állatok annyira karmát nem teremtenek, vagy a növények, hanem ők csak ledolgoznak. Ők nem programoznak magukat, ők meg program alatt élnek. Van programozás, ősszel le fognak hullani a levelek, tavasszal új leveleket, rügyek, virágok, és akkor ez a program nekik. Utána porzik, és így tovább. Az embernek nem van neki szabad akarata, az emberi tudatban van egy szabadsága, és akkor ő teremti ezt a karmát, ezeket a szamszkárokat, amelyik tudatba, tudatba, a csittába, inkább így mondjuk, le vannak minden fektetve. És így ezt a karmát, amikor ember minden egy cselekvés döntéssel, élménnyel okozza magának első pici magot a karmáról, ezt úgy mondják, hogy apra rabda karma. Olyan karma, ami még nem nyilvánult meg. Szóval nekünk sok-sok-sok-sok-sok-sok életünk volt, és ezért nekünk annyi karmánk van, hogy nem is tudjunk, hogy mennyi van, és ez általában megnyilvánulatlan. Amikor megnyilvánult karma, úgy mondjuk, hogy prarabda karma, ez ami jelen. Például a testünk, ahogy kinéz, hogyha valaki születik már valami túl nagyon egészséges, vagy szép, vagy beteg, az már megnyilvánult karma. Ugye a testünkön nincsen semmi véletlenül, ami így jött ki a
így dobta a gép, ezért olyan az ujjaim, azért olyan a szájam, azért olyan a kezem, a lábam, a hajam, a szemszínem. Nem, ez nem dobta a gép semmit. Minden mikron a testünkön, ez egy eredménye karmának. Ez a megnyilvánult karma. És a megnyilvánult karma az a rész, amelyeket nagyon nehezen lehet változtatni. Például, hogyha megint nézzünk, ugye most hogy idő miatt kettő végletet kihagytam, majd megyünk majd a köztes dolgokba, de hogyha nem lesz idő, akkor legalább látni fogunk globálisan a karmát. Ahogy én most tettem, ahogy döntöttem, ahogy reagáltam, ezzel ültettem egy karmát. És amikor az már meg fog nyilvánulni, amikor prarabda lesz, akkor már nem tudjuk nagyon változtatni semmit. Ez ugyanúgy, mint a fával fogjunk. Hogyha mondjuk van nagy fa, akár ott mögöttem, akár itt az a nagy fűszfa, amikor csak egy magot ültetjünk, akkor lehet változtatni a fán könnyen. Nem kell különleges szerszámok, ugye nem kell sisak a fejünkre, hogy fejbe vág minket az a fa, mert még csak magba van, és nem kell fűrész, motoros fűrész és a többi, hanem csak fogjunk azt a magot, kirakunk a napra, ez kiszárad és kész, és több nem lesz fa. De hogyha hagyjunk, és mikor már kinő egy ilyen nagy fának, és lehet, hogy egy oldalba fog dőlni az egész fa, mert úgy nőtt ki, ilyenkor már nem tudjunk változtatni. Ugye, hogyha megnézitek, mondjuk az a kis fűszfa, az egy oldalra dől. Nem lehet már megváltoztatni, nem? Amikor valakinek görbe a lába, az nem lehet mit csinálni vele. Vagy valami más, vagy más színű a szeme. Persze, plasztikai, mesterséges dolgokkal már próbálkoznak valamit csinálni, de ezt majd fogok adni következő karmát, szóval azt nem. De globálisan nem lehet, hogyha valakinek karma, ez azt jelenti, hogy betegségeink is. Ugye, amikor mi most megkaptunk ezt a testet, most megszülettünk, akkor annak a végtelen sok karmának, amit teremtettünk, van egy bizonyos része, ami aktiválva lesz ebbe az életbe. A többi nem, a többi majd következő életbe. Mert lehet, hogy valami, lehet, hogy sorba most ember vagyok, aztán lehet, hogy állatnak kell lennem, mert a rossz karma. Mert mikor én cselekszek vegyesen, jó, rossz, jó, rossz, jó, rossz, és sokszor vagy vegyesen kapok egy életbe, ugye valamikor vannak jó pillanataink, vannak rossz pillanataink, valaki mondjuk vegyes karma, a jó karma az azt jelenti, hogy valaki szép, a rossz karma, mert beteg, a jó karma gazdag, a rossz karma, de magányos, szóval így lehetne így ezeket változtatni, kombinációkat. Igen? Igen? Tehát akkor, hogyha ez már így el van döntve, akkor én ebben az életemben csinálhatok bármit. Ha el van döntve, vagy a következőben állat leszek, akkor az lesz, hogy lehet, hogy bármennyire is mondjuk. Igen. Kedves jó ember. Hogyha nem tanulunk meg, hogy milyen törvények alapján lehet karmát változtatni, akkor leszek állat következő életben. Mert attól, hogy én csak kitalálom, hogy hogyan csináljak, és nem ismerem, mi a törvény, attól még jó szándékkal hova ki van kövezve az út? Pokolba. Szóval attól, hogy mi csak jó szándékok vagyunk, mondjuk, én még sose vezetem egy autót, és nincs jogsem, én nem ismerem szabályokat. De van jó szándékom, most beülök a kocsiba és elmegyek. Lehet, hogy nagy balesetet fogok csinálni. Mert attól, hogy én gondolom, hogy hogyan jó vezessek, attól még nem fog hozzám alkalmazkodni a kereszt törvény, ami meg van szabva. Ugye? Ahhoz, hogy én biztosra menjek, nekem meg kell tanulni a kreszt. Szóval ugyanúgy... Ha megtanuljuk a kreszt, akkor is állatként fogunk a következő? Nem, akkor nem. Hogyha mi megtanuljunk a karmának a kresztjét,
Akkor nem. Pont az a feladat is, és ez a hogy mondjuk, jó indulat felénk, hogy nekünk minden eszközünk megvan arra, hogy mi megváltoztassunk a karmát. És mi megússzunk a rossz dolgokat, és csináljunk maguknak jó jövőt. De ez csak tudás által lehet. Kitalálni nem lehet. És csak jó szándékkal nem lehet. Igen. Ez egy fontos dolog. Azért most is beszéljünk a karmáról, hogy hogyan is lehetne változtatni a jövőnket. Ugye? Hogy jó legyen. Ne legyen állati testünk, vagy ne szenvedjünk túl sokat, és így tovább. Szóval ez megint akkor van a mag, és például, mikor mi csináljunk valami lelki tetteket, van jóga, ugye jóga is változtatja a karmát, van mindenféle rituálisok, vannak úgynevezett dharma. A dharma az azt jelenti, amikor az univerzális törvényeket ember ismeri, és szinkronba él az univerzális törvényekkel, például ajurvédát. Ajurvédáról hallottatok, ugye? Ajurvéda ez nem más, mint dharma. Ajurvéda elsősorban nem a gyógyítás a lényeg. Ez amikor már bajba vagyunk. Az ajurvédának mondja ajusz, élet, véde, tudás. Hogy kell úgy élni, hogy ne legyünk betegek? Ez a lényeg az ajurvédában. És ajurvéda megtanítja, mi a ritmus a testnek. Hogyan működik az emésztés. Milyen ciklusok vannak a szervezetben, miért, és miért kell máshogy cselekedni más ciklusokba. Miért kell ebédelni délbe? Azért, mert ilyen ciklusban van a szervezet, mert akkor van az emésztés. Nem lehet éjfélkor ebédelni. Mikor, miért kell éjszaka pihenni? Mert akkor a hold aktív, és a pszichikának az a fontos, hogy aludjon ember éjszaka, nem szabad egész életbe fordítva élni, hogy emberek most éjszaka dolgoznak, vagy buliznak, és nappal alszanak. A hosszú távon nagyon nagy problémájuk lesznek, pszichikai, fizikai szinten. Miért? Mert nem ismernek a dharmát. És akkor ajurvéda ezt tanítja, hogy hogyan tudok cselekedni a törvények szerint. És ez is változtatja a karmát. Akkor a jóga, az asana, a pranayama, mindennek van egy mechanizmusa, hogyan változtatja a karmát, vagy a bhakti jóga, ugye, amit mi gyakorolunk, mi is azt csinálunk, mi akarunk változtatni a karmát, mert mi mindannyian vegyesen cselekedtünk, és nem lehet tudni, hogy akik itt lakunk, hogy mi mit csináltunk előző életükben. Lehet, hogy maniákosok voltunk, ki tudja. Akkor bármikor aktiválódni fog a visszahatás. De intelligens ember ki akarja magának rosszat, ugye? A intelligens ember mindig próbálja valahogy semlegesíteni a rosszat. És akkor a bhakti jógát lehet használni. Akkor, közben nézzünk az időt, a következő, ami a karmában működik, ez sokszor van, ugye, amikor mondják, hogy orvosok. Hát van neked ez a betegséged, és ez örökült betegség. És akkor magyarul, hogy te olyan ártatlan vagy, olyan jó ember vagy, csodálatos, és most valami miatt, ilyen rossz szüleik miatt szenvedsz, vagy nagyapa, vagy anyukád, vagy apukád miatt szenvedsz, mert örököltél tőlük betegséget. Hát nem 100%-ig így van. Biztos van csere, a karma csere, igen, az mindig van, az működik. De az, hogy valaki ártatlanul viszi, akaratlanul valakinek a rossz karmáját, vagy jó karmáját, az nem pont így működik. Egy kicsit igen, mert mikor házasodik férfeleség, ott ugye is vegyül a karmájuk. De nem lesz teljesen vegyülve, szóval nem lesz, hogy teljes mértékben valakiért fog szenvedni. Valamilyen szinten meg van osztva, de nem 100%-ban.
De van tudatosság, például, hogy lehet tudatosan karmát változtatni, vagy átadni, vagy átvenni. Ez nagyon sokszor, amikor vannak szülei, és mondjuk nagyon beteg a gyerekük, és mikor az anyukája elkezd nagyon imádkozni, hogyha nekem van valami tisztaságom, jámborságom, akkor hogy az én fiam megkapja, és hogy kapjak inkább én betegséget, én vállalnék az ő betegségét. És nagyon sokszor meg lehet nézni statisztikákat, amikor a gyereke meggyógyul, és anyukája utána lehet, hogy nem lesz halálos, mert ő azért felnőttebb, de átveszi, és akkor lehet, hogy egész életben fog szenvedni ettől a betegségtől, de átvette a gyerektől. Aztán még nagyon érdekes, amit mondják finom dolgot a védikus írások, hogy hogy lehet átvenni jó vagy rossz karmát, mert lehet átadni is. Ugye, hogyha mondjuk valaki mondja, én ajánlom az én a jó cselekvésemnek az eredményét ennek a személynek, akkor át tudok adni. Vagy én szeretnék, mint ott van a példa, nagyon éles, ez a Jézus Krisztus. Ugye ő azt mondta, hogy én átveszem mindenkinek a bűnös cselekvésnek az eredményét. Miért? Mert annyira nagy súlya a karmának volt az embereknek, hogy ők nem tudták lelkileg fejlődni. Mert karmának van ez a problémája, tompítja a tudatot, materializálja embernek a tudatját, és ő nem fogékony a lelki dolgokra. És ezért szentek sokszor, akiknek van erős lelki potenciájuk, mert nem javasolnak csak úgy egy embernek fogni és kimondani ezeket a dolgokat, hogy vigyem el az ő karmáját, mert nem fogok tudni feldolgozni a következményeket, de a szentek, mint a Jézus, látjátok, ha bár keresztre volt feszítve, de tudatra nem hatott a karmájuk. Ugye? Mert tudatban mindig tiszta volt minden neki. Testileg fel kellett vállalni szenvedést, de tudatilag nem. De hogyha mi ezt most megcsináljuk, mi tudatilag nem fogjuk feldolgozni. Szóval azért veszélyes. Szóval így lehet átvenni a jó karmát, vagy a rossz karmát másoknak, vagy lehet átadni, hogy akkor én szeretnék most, hogy akkor az én, amit csináltam, adni át ennek az eredményét. Vagy van egy másik, ami nagyon gyakran történik emberek között, és nem tudják róla. Mert ez ugye itt komoly tudatosság kell, amit most meséltem, de van olyan, amikor nem tudatos, de csinálja. Például, hogyha az emberek kezdenek egy másikról, kibeszélni egy másik embert. Hogyha kritizálnak, hú, ez ilyen gonosz, ez gazember, ő akkora irigy, meg fösvény, és akkor kezdenek beszélni a rossz tulajdonságokról. Mi az a rossz tulajdonságok? Ez az ő rossz karmája. És mikor beszélünk egy emberről, akkor egy finom híd alakul közöttünk. Egy ilyen csatorna. És ezen csatornán át minden azt a tulajdonságot, amit felkavarom belőle, emberből, az minden én meg fogom kapni, és őhoz átmennek az én jó tulajdonságaim. Hogyha fordítva csinálok, magasztalok valakit, van egy ember, és akkor kezdek beszélni róla a jó tulajdonságokról, ami manapság ritka, ugye? Inkább most mindenki akarja mutatni, ő mennyire jobb, mint a másik, és akkor inkább megmutatja, hogy velem szemben az milyen, én nem ilyen, és akkor kezd negatív dolgokat mondani, másokról kritizálni. Igen, csak akkor ellentétes az eredmény. Megkapja minden rosszt, a jót elveszíti. És fordítva, hogyha valaki más embernek a jó dolgokat beszél, jó cselekvésekről, jó tulajdonságokról, akkor megint ugyanaz a csatorna rögtön jön létre, és akkor az ember meg fog kapni az ő jó tulajdonságokat. A másik ember nem fog megkapni a mi rossz tulajdonságokat azért, mert a jó mindig erősebb. Még a karmában is úgy működik, hogy a rossz karma gyorsabban hozza az eredményt,
gyorsan lehet megváltoztatni, a jó karma tovább tart. Megint, hogyha ajurvéda szempontból vizsgáljunk, mondjuk egy ember évekig rosszul táplálkozik, stresszel, évekig rossz dolgokat csinál, és csak utána beteg lesz, 10-20 év múlva, nem rögtön. Ugye, és az, hogy évekig rossz karmát csinált és beteg lett, utána elmegy ajurvéda orvoshoz, és akkor ő mondja, hát akkor 2 hetes bőtőt, egy kis masszázs, egy kis méregtelenítés, és 2-3 hét múlva visszaépül. A jó karma erősebb. Hogyha rossz karma sokáig kellett rombolni magát, de felépülni lehet sokkal gyorsabban. Ugyanúgy például a bhakti jóga is így működik, hogy mi több ezer, lehet több millió életen keresztül csináltunk vegyes karmát, ahol sokan rossz, de a bhakti jóga egy élet alatt meg tudja mindent nullázni. Mindent. Szóval ez a mechanizmus, így működik a karmánk. Nézzünk az időt. 41. Vannak kérdések, mielőtt megyünk tovább. Érthető idáig? Érdekes téma? Tehát egy kérdés megint. Igen, igen. Hogyha minden növény előtte emberi lélek volt, vagy minden növényben emberi lélek van, akkor mindenki ember, tehát minden a környező világ az emberi lelkekből át, és akkor nem voltak növények? Igen. Minden egy lélek. Egy sejtő, amik vannak, azok is egy lélek, ugyanolyan lélek, mint mi. Amikor adarmikusan cselekszik, szóval amikor ember egoista, mert főkarma akkor fog jönni, ugye, ami ahankár, amikor ez az egoizmus van. Az egoizmus, ez ellentétje a szeretetnek. Mert szeretet, ez motiváltlan. Ugye, önzetlen cselekvés. Ez teremtő energia. Ti is tudjátok, és tapasztaltatok, ahol van motiváltlan kapcsolat, az csak erősíti a kapcsolatot. Akkor jobban szeretjünk olyan embert, jobban értékeljünk, és minket is. Ahogy csak mi kezdjünk egoista lenni, kihasználni másokat, manipulálni, akkor romlik a kapcsolatunk. Akkor romlik az egészségünk, romlik minden. És azok a lelkek, akik ebbe bele botlanak, és kezdenek csinálni a rossz cselekvés, a karma befedi a tudatot, és ők még, és akkor erősíti ezt a negatív, hogy én vagyok a cselekvő kontrolláló, és ezáltal a szabad akarat kezd csökkenni. De a teremtéskor, akkor minden, tehát itt a földi viszonylatban, akkor minden emberi lélek volt eredetileg, és aztán elkövettünk valami súlyos hibákat, és akkor egyre degradálódott a tudatunk, és akkor így kerülünk különböző életformákba. De akkor hogy éltek az emberek növényeknél? Szóval ezt nem értem teljesen. Lehet, hogy kicsit lassú a fölfogásom, de ezt most nem értem. Igen, pont most magyarázok, hogy amikor ember belekezd gabolyobodni az egoizmus miatt, az hamis ego által a rossz cselekvés, mikor még emberi testben van, akkor a tudat kezd tompa lenni. Ez a karmának az a rossz visszahatása, nem csak az a visszahatása, hogy rákos leszek, vagy elveszítem kezemet, lábomat, vagy vakon születek, vagy süketnéma leszek, az egy dolog, de az a tompítja a tudatomat, és tompítja, és utána már olyan tompa, hogy már következő születéskorban nem tudok emberi testbe születni, mert túl tompa vagyok. Akkor már kell állatibe. Vagy valamikor... Nem, akkor lehet, hogy nem jó kérdeztem. Jó, befejezem a gond... Befejezem... Állat meg emberi világ eredetileg? Befejezem a gondolatsort, jó, és utána áttérünk arra, jó? Szóval így működik, akkor valamikor annyira tompa, hogy kell születni már növényi sorozatba. Több sorozat lehet, több növény, ilyen életben.
És minden lélek kezdi mindig egy magas születéssel. Szóval nem úgy van, hogy teremtéskor itt mindenki jött, és mindenki ember volt, hanem a teremtés az nem egyszer van. A teremtés sokszor van. És mikor van, van pusztítás, akkor mindenki, ahol tartott, megállt. Mikor van teremtés, akkor mindenki folytatja. Az, akinek folytatni kell állati testbe, azért teremtéskor ez nem mondja, nem is úgy, hogy mint egy Darwin, hogy először semmi nem volt, és akkor volt egy primitív, egy sejtő, és akkor kifejlődött is lett ember, se itt se volt, se úgy volt, hogy mindenki ember volt. Hanem mindenkinek van karmája, és akkor ugyanúgy, mikor mi fekszünk, hogyha én ember vagyok, és lefeküdtem aludni, akkor holnap is emberként fogok felébredni. Hogyha a macska nálunk, valakinek van macskája? És akkor lefekszik aludni, akkor másnap nem lesz belőle oroszlán, vagy tigris, hanem macska. Ez ugyanaz, teljesen ugyanaz a logikus folytatása egyik teremtés után másiknak, mint a halál és a születés, és mint a egyik nap a másikba. Ez mindegyik folytatja. Ahogy én tegnapi napomat ma folytatom, mikor felkeltem, ugyanúgy a mai élet, hogy én meghaltam előző életileg, nekem voltak vágyaim, amit még nem teljesítettem, és olyanok vágyaim halál pillanatban, amit nagyon szeretnék teljesíteni, mert még sose teljesítettem, és olyanok, amit mivel teljesítettem, ezért szeretnék még egyszer ezeket teljesíteni. És ezért következő életben folytatok. És ahol abba hagytam. Igen. Van egy plusz kis dolog, hogy van egy kis azért újraindítás. Amikor ez most egy, nem fogunk belemenni annyira, de minden új nap, új év, vagy asztrológiaiak vannak, minden két hetente egy újraindítani lehet, mint a szoftvert. Szóval mi tudjuk újrakezdeni, felújulni, frissíteni egy részbe. Szóval amikor mi születünk, akkor kaphatjuk új lehetőségeket. Egyrészt viszünk a karmánkat, mindent, de tudjunk frissíteni és egy kicsit máshogyan megélni a dolgokat. Tudjunk változtatni. Vagy amikor nekünk elromlott valakivel a kapcsolat, és akkor oda megyünk, figyelj, felejtsünk el, megértettem, felejtsünk, kezdjünk nulláról. Ugye van olyan, amikor akarunk valamit nulláról kezdődni. Ugyanakkor már ott van a kapcsolat, ott vannak már dolgok, de mi mindig van lehetőség egy kicsit újraindítani, mert már annyira bele mosodott minden a kapcsolatunkba, hogy kell valamilyen újraindítás. Mint a számítógép, mikor sose kapcsoljunk ki, akkor mindig hibákat kezd összerakni a számítógép, mert ilyen programból kiléptünk, olyan fájlot nyitottunk, zártunk, és ettől lesz sok hiba. És azért mondják, na figyelj, most már annyira kezd lefagyni, hogy újra kell indítani a gépemet. És utána megint megy. De van olyan, amikor annyira még belebonyolódik a számítógépünk, hogy mondjuk itt már újraindítás, már próbálok, nem megy, mert a vírus van benne. Újra kell installálni. Szóval a halál és a születés, amikor újra installáljunk. De általában, amikor mi újrainstaláljunk a gépet, újra rakjunk a szoftvert, a régi programokat is akarunk rakni, mert szükségem van rá erre a programra. Ezért a régi vágyokat is hozzunk át halál után a következő születésbe. Teremtéskor ugyanaz. Szóval így működik. És ezért, amikor teremtés van, akkor egyszerre 8 millió, vagy 9 millió? 400 ezer? 8 millió. 400 ezer életfaj azonnal meg lesz az univerzumba, betelepítve. Tehát az egyidejűleg történik ezeknek. Igen. És akkor megvan a lehetőség, ennyi szám, ennyiféle faj. Igen. Hogy akkor valamelyikbe majd ott lesz az az élet. Az a így van. Az mindig létezik. 8 millió 400 ezer mindig van. Így van, igen, igen. És akkor csak kell megfelelő léghagy, hogy azt megkapjan. Így van. Mint egy
boltban már ott vannak az árok, csak kell, hogy az az ember megtalálni a gazdáját. A gazda megtalálni a saját tárgyát. De már meg van gyártva a boltban már dolgok. Valaki veszi édes burgonyát, valaki csípős paprikát, csak a gazda kell oda menjen. De ez még mindig nem az eleje teljesen, hanem az eleje teljesen, hogy akkor honnan vannak lelkek itt. Ugye? Ez a fontos. Igen. Mert ez az eleje. A lelkek a lelki világból vannak. Ugye ez az anyagi világ, ahol karma törvény egyensúlyba, harmóniába tartja mindent. Ezen kívül, anyagi világon kívül van lelki világ, és ebben a lelki világban ott vannak a lelkek, ahol pont ez a motiváltlan, önzetlen szeretet teljesen virágzik minden léleknél. De van szabad akarat, és a lélek dönti, hogy akkor szeretnék kipróbálni, én most hogyan én tudok egy kicsit úgy csinálni, hogy én akarok. És erre kerül anyagi világba. Ugye ott a lelki világ, mi ez a szeretet, mi ez a motiváltlan, önzetlen szeretet? Ez a szeretet Isten irányt, és a többi lelkek irányt. Amikor kerül anyagi világba, mert van ez a szabad akarata, akkor mindig egy nagyon magasabb tudatszintre kerül. Ugye vannak emberi fölötti fajok. Ugye van 400 ezer emberi faj, nem mindegyik a Földön van. Vannak személyek, akiket mi rögtön nem is tudjunk felfogni, de van mondjuk az univerzumnak a mérnöke. Ugye, mert ez az univerzum azért nem csak úgy meg van teremtve, hanem van valaki, személy, aki megteremtette. De mi nem tudjuk őt felfogni, mint most itt van egy hangya megy, ő nem tud felfogni, hogy azt a követ itt valaki megcsinálta. Főleg már nem is tudja felfogni, hogy itt van egy ilyen kis templomunk. Az egy hangya nem érti. Mert az a tudatja, ő csak ott a korlátozott a saját testével. Ugyanúgy mi most vagyunk korlátozott, mi felfogjunk, hogy itt valaki felépítette, de hogy a hangya minket már nem fogja fel, és azt a követ, amit itt van a járdán, ugyanúgy mi már nem tudjuk felfogni az univerzumot, hogyan van felépítve. Mert mi intelligencián korlátozott van ezzel a bolygóval csak. De van egy Brahma, aki az univerzumnak a fő mérnöke. És általában a lélek, amikor lekerül anyagi világba, lelki világból, ő Brahma testbe kerül. Ez azt jelenti, rendkívül intelligens. Tőlünk sokszor intelligensebb, ezer vagy milliószor intelligensebb, és sokkal hosszabb az élete neki. Ugye az univerzumunknak a legmagasabb bolygó, Satya Loka, ott lakik. A Brahma, az Úr Brahma. És lelkek kerülnek egy ilyen jó pozícióba. Csak mivel megint van az önzőség, az az egoizmus, hamis ego, az mindig degradáltatja a lelket, addig, hogy utána ember lesz. Ember még mindig jó, mert mindig itt lehet fejlődni emberi testbe, de hogyha nem használja ki, akkor megy lalacsonyabb világi világfajokba, állatok, növények, egysejtűek, és így tovább. Így most válaszoltam kérdésre? Igen. Nagyon szívesen. És most nekünk 53. Hát most ennyi fért be a karmáról. Nem is lehet egy fél óra alatt, egy óra alatt. Főleg minél több órát fogunk beszélni egyszerre, annál jobban bedagadt a fejünk, mert ugye most nem mentem be több ilyen kis kifejezésekbe mindenbe, de kis adagokba az itt jó. De hogyha akarjátok, szünet után tudjunk folytatni, az is lehet eldönteni, hogy legyen a kapcsolatokról van szó, legyen, vagy karmát folytatjunk, nekem bármi jó, nektek. Kapcsolatokra. Én is. Oké. Megszavaztunk, rendben.
Jó, akkor legyen most szünet, most van, most már 55 mindjárt, és akkor nem tudom, 5 perc, 10 perc, mennyire szükségetek van? 10 vagy 15. 10 vagy 15? 10. Jó, akkor 05-kor találkozunk, jó? Rendben, köszönöm. Köszönöm. Hari Krishna.